Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban a komikorról lesz szó ismételten, ugyanis a Fantasztikus négyes nagyon fontos szerepet kapott az idei panelen, olyannyira, hogy bár a film forgatása hivatalosan csak a mai napon kezdődik el, mégis titokban vannak már olyan jelenetek, amikből egy kis trélert is össze tudtak dobni a komikorra, természetesen le is játszották, és nem csak hogy kiszivárgott a leírása, hanem a konkrét előzetes is. De mielőtt abba belemegyünk, vegyünk egy kis pillantást a címre, az első lépések. Valamennyire ez az űrutazásra is utal, a holdra szállásra, hiszen tudjuk, hogy a filmben ez nagy szerepet fog betölteni. Viszont, amire még ezt érteni is lehet, hogy az első komolyabb lépések a Bosszúállók 5, és hatodik rész felé, ugyanis azoknak a filmeknek az egyik gonosza az Doom lesz, a másik pedig pletykák szerint Kang, ami közös bennük, hogy mindkettő feltűnhet ebben a filmben. A főfőgonoszról, -fő gonoszról, a Fantasztikus 4-es főfő gonoszáról, Galactusról pedig nem is beszélek. Na de nézzük most már, hogy mit tartalmaz ez a kis bevezető előzetes. A képek nem a legjobb minőségűek lesznek, hiszen a trailer ilyen kamerás videó formájában van fent, és mivel kiszivárgott előzetes, ezért nem Bevágni, mert a JT az instant lekapcsolna miatta, ilyen gagyi minőségű képek lesznek. Ami egyből feltűnhet, hogy a kép 4-3-as arányú, utalva ezzel a retro feelingre. A felirat a fantasztikus tudomány, és itt megpillanthatjuk a Pedro Pascal által megformált Ridet, aki egy előadást tart egy iskolában, és amit mond az kulcsfontosságú, Sajnálom, hogy nem vághatom ide be. Ha meg akarod nézni nem jó minőségben, akkor azt a Discord szerverünkön megtalálod. A leírásban ott a meghívó link. Szóval Reed azt mondja, hogy az egyenlet nem csak hogy megerősíti az alternatív dimenziókat, hanem azt sugalja, hogy a párhuzamos földek különböző dimenziósíkokban léteznek. Ez az egy mondat már elárulja, hogy a filmnek nem kis hatásai lesznek a jövőre, hiszen értelemszerűen a titkos háború Ezeknek a földeknek az ütközéséről is fog többek között szólni, szóval itt meg fogjuk tenni az első kulcsfontosságú lépést. Az is érdekes, hogy Reed kiknek tartja ezt az előadást. Azt már tudjuk, hiszen a plakátok elárulták, hogy a Future Foundation szervezet szerepelni fog a filmben, vagy inkább ilyen Akadémia, lehet, hogy a jövőben. Ez az iskola lesz majd az, de persze lehet, hogy tényleg itt csak egy átlagos iskoláról beszélünk, ez az előzetes szempontjából egyelőre még nem lényeges. A következő képsoron ezen mondatok után pedig meggyújt egy sugárhajtóműnek tűnő valamit, és ezt tényleg azután teszi, miután a párhuzamos világokról beszélt, így a cím megint kaphat egy új értelmet ugye az első lépés a holdra szállásra utal, vagy első lépések, de Reed esetében úgy tűnik, hogy ez sokkal inkább a multiverzumra akar utalgatni, hogy az első lépések a multiverzumban, vagy a párhuzamos világokba. Reed szerintem a film során ezt fogja kutatni, és fog végezni ezzel kapcsolatban. Nagyon hasonlít ez egy vonalra, a kenges vonalra, ők is így kezdték, kutatni kezdtek, majd felfedezték ezeknek a létezését, és kapcsolatba léptek egymással. Talán nem véletlen, hogy elvileg Keng is szerepelni fog a filmben, és mivel Keng tanács van, sőt, őket már láttuk is, így könnyen lehet, hogy a szege során fel fog tűnni a rideg tanácsa is, vagy akár meg fog alakulni, és ne felejtjük azt sem, hogy a Deadpool 3-ban említett Richards az már, hogy a Voidnak pontosan mi a feladata, vagy hogy egyáltalán mi az a Void, egy multiverzumi szemétdomb ez pedig kísértetiesen hasonlít a Battle World re ugye a Secret Wars történetében itt gyűltek össze különböző földek hősei. A következő képsorokon láthatjuk, hogy Ridisben egy interjút ad, itt ilyen űrutazó ruhában vannak. Első nézésre ez nyilván olyan, mintha az űrbe készülődnének, de szerintem nem. Ebben a világban a 60-as évekre már rég meghaladták azt a kort. Sokkal inkább itt arról lesz majd szó szerintem, hogy egy másik világba készülnek átugrani. Nyilván Bengrim itt még csak sima ember Ember, tehát azt is el tudom képzelni, hogy bár ez hivatalosan nem egy eredet sztori, de valahogy így fogja majd a képességeit megszerezni a csapat egy ilyen kísérleti utazás során. Egy rövid időre feltűnik szó is Reed mellett, ez már egy küldetés után van, és egy vacsoráról beszélgetnek. A rendező elárulta, hogy a filmnek lesz egy ilyen családias hangulata is, és ez az előzetes csak erősíteni tudja a szavait. Ami kicsit érdekes lehet még, hogy az előzetesben nem mutatnak semmit a szuper képességeikből, ami talán ez alól kivétel lehet, hogy van egy képsor, amikor elsötétítve látjuk Ben amikor már lény formájában van jelen. Ez annak is köszönhető, hogy őt nem mutatják meg semmilyen ilyen szuper képességeket, hogy tényleg hivatalosan a filmforgatás csak kedden fog elkezdődni, a forgatása, tehát az utómunkálatok azok még nagyon messze vannak, így nyilván a CGI meg az ilyen speciális effekteket még nem csinálták meg. Az is csoda, hogy egyáltalán egy ilyen kis trélert össze tudtak dobni a komikorra. A következő jelenetekben igazából egy kilövést láthatunk, ahol annyi érdekesség nem történik, viszont a hangulata nagyon jó, ilyen retro feelingű, az Apollo 13 filmre emlékeztet így ezzel a kis alábeszéléssel itt tényleg az űrutazás az biztos, hogy nagy szerepet fog kapni, de szerintem az lesz a csavar, mint ahogy már mondtam többször is a videóban, hogy nem szimpla űrutazásról lesz szó, hanem alternatív világokba való ugrálásról is. Ezután következik a lényeg, az előzetes legérdekesebb pontja. Egy épületet látunk, amelynek ablakán betekint galaktusznos. Igen, Megérkezik Galactus is az MCU-ba, nagyon furcsa, hogy így benéz az ablakon, hiszen egy bolygó elfér a tenyerébe, szóval lehet, hogy itt neki ez egyfajta kivetülése csak, de a lényeg, hogy itt van elképesztő Doom, Galactus és blegykák szerint egy Kang variáns is. Ez a film már most királynak ígérkezik, ami nem csoda, hiszen hát ez lesz az első komolyabb lépés a bosszú állok felé és hát ez az előzetes ezt eddig maximálisan alátámasztja. Amit nem mutatott az előzetes, pedig fontos lesz majd az Franklin Richards, Reed és Sue közös gyereke, hivatalos, hogy szerepelni fog a filmben, sőt elvileg a bosszúállók filmekben is fontos szerepet fog kapni, amit tudni kell róla, hogy ő hát, kis túlzással azt csinál a multiverzumban, amit akar, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a filmekben hogy hozzák majd őt be, megkapja-e egyáltalán a képességeit ezekben a filmekben, mert ami szinte garantált, hogy a film végére ez a föld, ahol ebben a filmben járunk, egy térfúzióba fog kerülni, szerintem a 616-os földdel, hiszen hát valahogy el kell jutni oda, hogy benne legyenek a bosszúállók filmekben, és az azokban látott Dr. Doom is, Elvileg ebből a világból fog majd származni, és a rendező bár nem adott konkrét választ arra, hogy ebben a filmben el fogják-e kezdeni bevezetni, de egyértelmű, hogy igen, sőt, hát ő is azt mondta, hogy erről nem mondhat semmit, ami azt jelenti, hogy igen, benne lesz. A kérdés már csak az, hogy mekkora szerepben, és mennyi köze lesz majd a csapathoz, változtatni fognak-e ebben a képregényekhez képest. Egyelőre ennyi, ennyi dolog derült ki, legalábbis én ennyi dolgot vettem észre, hogyha nektek bármilyen észrevételetek van ezzel a leakelt előzetesel kapcsolatban, amit én esetleg nem szúrtam ki, akkor azt kommentbe írjátok le. Ma megkezdődik a forgatás, meg fogjuk lassan kapni az első képeket. Innentől a Fantasztikus 4 kapcsolatban elkezdődik egy hype vonat, ami nyilván még messze van attól, hogy úgy igazán beinduljon. A videó ennyi lett volna, kommentbe írjátok, hogy ti a videóban elhangzottakról mit gondoltok. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy like-t és iratkozatok fel, és nyomjátok be a csengőt is, ugyanis továbbra is pörökni fogunk egész nyáron, ha úgy érzitek, csatlakozzatok a tagok közé, ahová előre fognak felkerülni a tartalmak. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot, sziasztok!